Köszöntöm a kedves nézőket! Május 26-án, azaz másfél hét múlva, vasárnap az európai parlamenti választások alkalmával leadhatjuk a voksunkat. Ebben nyújthat segítséget nekünk Pápai Erzsébet, a helyi választási iroda vezető helyettese, aki ma beszélgetőtársam lesz az esti mérlekben. Köszöntöm itt a stúdióban! Köszöntöm én is, és köszöntöm a nézőket is sok szeretettel. Szóval ez az időpont már nagyon közel van. Ugye jövő héten vasárnap már európai parlamenti választás lesz, és ugye elmehetünk szavazni különböző szavazókörökbe. De hogy mi is a különbség az országgyűlési választások között és a mostani európai parlamenti választások között, hogy ezt tegyük rendbe akkor, hogy mi is a fő különbség? A Magyar Országgyűlés tagjainak a megválasztása során a választópolgárok gyakorlatilag háromféle szavazólapon szavaztak. Egyrészt a választókerületekben, az országgyűlési képviselői választókerületekben saját országgyűlési képviselőjükre szavazhattak, ezt hívták egyéni szavazólapnak, illetőleg a jelölteket állító pártok által bejelentett listákra szavazhattak. Ezek a listák a töredékszavazatok alapján szerezhettek mandátumot, illetőleg a nemzetiségi választópolgárként magukat az országgyűlési képviselő választásra is regisztrált polgárok pedig a nemzetiségi szavazólapra, illetve a nemzetiségi listára szavazhattak. Ez egy speciális bekerülési helyzet volt. Az Európai Parlament tagjainak választásánál nincs egyéni választás, csak egyféle szavazólap lesz, egy listás szavazólap, amelyen a jelölő szervezetek a saját maguk által állított listára, jelölt szervezetek által állított listára adhatják le voksukat a választópolgárok, és természetesen minden választópolgárnak egy szavazata van, tehát egy listára szavazhat. Hányan kerülnek majd be az Európai Parlamentbe? 21 fő delegálhat Magyarország az Európai Parlamentbe. Ugye ahhoz, hogy valaki állíthasson egy listát, és szerepelhessen a párt, vagy a szervezet, jelölő szervezet azon a bizonyos papíron majd, ahhoz azért kellett tenni, mit is kellett, mi volt szükség? Így van, a jogerősen bejegyzett szervezetnek kellett lenni a jelölő szervezetnek. Őneki jelölő szervezetként a nyilvántartásba vételt kellett kezdeményezni a Nemzeti Választási Irodánál. Ezek már, mondhatom azt a választás tekintetében, hogy régeség lejárt határidők. Amikor a jelölő szervezetet nyilvántartásba vett a Nemzeti Választási Iroda, ezt követően kellett benyújtani a igénylést ajánlóívek iránt. Az ajánlóíveken legalább 20 ezer választópolgárnak az érvényes ajánlását kellett megszerezni. Egy választópolgár több listát is ajánlhatott, ez nem volt kizáró, csak egy listán belül csak egyszer szerepelhetett az aláírása. A Nemzeti Választási Irodának kellett leadni ezeket a listákat. Az ellenőrzést ott folytatták le az ajánlóíveken szereplő választópolgárok, szerepeltek-e a központi névjegyzéken azokkal az adatokkal, gyakorlatilag erről szólt az ellenőrzés, illetőleg megszámlálták azt, hogy hány érvényes ajánlás érkezett, és a Nemzeti Választási Bizottság döntött ezt követően, az ellenőrzést követően arról, hogy az adott listát nyilvántartásba veszi-e. Ennek volt április 23-a a határideje. Ezen a napon el is végezte, hogy a választási eljárási törvény előírásai szerint a Nemzeti Választási Bizottság a listáknak a sorsolását. Természetesen, amelyik még nem volt jogerősen nyilvántartásba véve, azokat is sorsolták, így alakult ki a szavazólapi sorrend. El kell áruljam, hogy 11 szervezet volt, melynek a listáját sorsolt a Nemzeti Választási Bizottság. Ezt követően 2 szervezet volt az, aki kiesett, mert nem szerezte meg a szükséges ajánlást. Így maradt 9 szervezetnek a listája, amely most a szavazólapon szerepelni fog. Igen, ezt azért fel is olvasom, mert nyilván azért így fejből nem nagyon tudom, fel is olvasom. Tehát az első lesz, ami szerepel a papíron majd az MSZP Párbeszéd közös listával. Magyar Kétfarkú Kutyapárt a második helyen, a harmadik Jobbik Magyarországért Mozgalom, negyedik a Fidesz-KDNP közös lista, az ötödik Momentum Mozgalom, a hatodik Demokratikus Koalíció, hetedik Mi Hazánk Mozgalom, nyolcadik a Magyar Munkáspárt és a kilencedik a Lehet Más a Politika. Arról, hogy milyen listák szerepelnek, vagy milyen listákkal indulnak ezzel kapcsolatban, mit lehet mondani? Lehet ezen még változtatni, hogy ki hányadik helyen kerül majd be, vagy pedig nem? A listát a bejelentése után már nem lehet megváltoztatni, tehát az a sorrend, amelyben bejelentették az azon szereplő személyeket, azon már nem lehet változtatni. És hát a választásokon nyilván a szavazatok arányában fognak a listák
egy-egy személy, vagy a listán szereplő egy-egy személy mandátumhoz jutni, de itt érvényességi küszöb van, mert csak azdól a listáról kerülhet be az Európai Parlament tagjává bárki képviselőként, amelyik lista az 5%-os küszöböt, tehát az összes érvényes szavazatnak az 5%-át megszerezte. Ha jól tudom, akkor ennek azért egy egészen érdekes, különleges számítási rendszere van, amiben szerintem nem kell, hogy belemenjünk, csak hogy mi is ez a rendszer. Igen, hát megállapítja ezt a mandátumszerzési küszöböt a Nemzeti Választási Bizottság. Ezt követően megállapítja azt, hogy mely pártok voltak azok, akik megszerezték az ehhez szükséges szavazatot, és utána van egy hontféle módszer, ez egy táblázatos módszer, felírják a különböző megszerzett szavazatarányokat, illetve szervezeteket vagy listákat, és ennek megfelelően folyamatosan addig végzik az ezzel kapcsolatos számolást, amíg az utolsó mandátumot is ki nem osztják. Április 6-ától van ugye most kampányidőszak. Egészen pontosan meddig tart ez a kampányidőszak, mi mindenre számíthatunk, és lesz-e kampánycsend? Igen, ez... Hát a választási kampány az nyilván a választásnak a lezárásáig, vagyis 26-án 19 óráig tart. A kampánycsend intézménye megszűnt évekkel ezelőtt, sokakban még mindig megmaradt emlékeiben, de nem tiltott a kampánytevékenység. Ami nagyon fontos, hogy a szavazókört magában foglaló épületben is, annak 150 méteres, tehát a bejárattól számított 150 méteres sugarú körben kampánytevékenységet folytatni tilos. De a választás napját megelőzően kihelyezett kampányeszközök, különböző plakátok, reklámanyagok, azokat nem kell eltávolítani, nincs is hatásköre a szavazatszámláló bizottságnak se, illetőleg egyéb választási bizottságnak se, hogy a korábban szabályszerűen kihelyezett választási eszközöket, kampányeszközöket eltávolítsa a szavazókör 150 méteres sugarú köréből, ezt csak csupán a szavazóhelyiségben, illetőleg az abban foglaló épületben tudják végrehajtani. Ami még megkötés, hogy közvéleménykutatási eredményt 19 óráig a szavazás napján nem lehet közzétenni. Hány szavazókör lesz majd itt, vagy van itt Székesfehérváron? Hát Székesfehérváron, hála Istennek, nagyon sok választópolgár van választásra jogosult, és 92 szavazókörben fognak szavazni a választópolgárok. Néhány módosítás történt a tavalyi országgyűlési választásokhoz képest. Van egy úgynevezett kijelölt szavazókör, amit a választási eljárási törvény meghatároz, csak abban a országgyűlési egyéni választókerületben lehet, amelyben a polgármesteri hivatal székhelye van, abban a kerületben kell kijelölni ezt a speciális szavazókört. Ennek a különlegessége az, hogy ide tartoznak azokon kívül, akik ezen a területen, illetékességi területen laknak, ide tartoznak azok a magánszemélyek is, akiknek a úgynevezett település szintű lakcíme van, ami azt jelenti, hogy a személyigazolványukban csak annyi, vagy a lakcímkártyákon csak annyi szerepel, hogy Székesfehérvár lakcím, és ennél bővebb nem. Ezek a személyek mind ebben a kijelölt szavazókörben szavazhatnak, illetőleg az országgyűlési és az Európai Parlament tagjainak választásán van egy jogintézmény, az átjelentkezéssel szavazás. Az átjelentkezéssel szavazók is ebben a kijelölt szavazókörben szavazhatnak. A változás az, hogy korábban ez a vízügyi igazgatóság épületében Balatoni úton 33-as szavazókör volt. Tekintve, hogy az elmúlt évben is nagyon nagy volt az átjelentkezőknek a száma az országgyűlési képviselő választásokkor, és az épület nem bővíthető, ahol el van helyezve a szavazókör, tehát a technikai feltételeket nem tudtuk ahhoz biztosítani, hogy még hatékonyabban tudjon a szavazatszámláló bizottság dolgozni. Így a választókerületen belül a 28-as számú Munkácsy Mihály általános iskola szavazókört jelölte ki edző úr, mint a helyi választási iroda vezetője erre a speciális feladatra. Itt egy tornaterem áll rendelkezésünkre, ahol meg tudja oldani azt a szavazatszámláló bizottság, természetesen plusz tagokkal megerősítve, hogy akár ketté osztódjék, és a szavazatszámláló bizottság három tagja végezné csak az átjelentkezéssel szavazók esetében a szavazást, a másik három tagja pedig az ott lakóhelyen rendelkezők számára biztosítaná a szavazást, ez gördülékenyebbé tenné, illetőleg több szavazófülkét és több urnát tudunk elhelyezni éppen a terem tágassága okán, illetőleg ezt a bizottságot megerősítjük további tagokkal annak érdekében, hogy a mozgónával szavazást
amelyről nyilván később még fogunk beszélni, tudják biztosítani, akár több páros alkotásával is. Igen, akkor már nagyjából elmondta, hogy kikkel találkozhatunk majd a szavazókörökben, kik azok, akik segítik majd azt, hogy mit le tudjuk adni a voksunkat. Így van, a szavazatszámláló bizottságok azok három választottakból állnak. Őket a Székesfehérvár közgyűlése az elmúlt évben az országgyűlési képviselőválasztásokat megelőzően választotta meg. Minden bizonyan sokan találkoztak azt megelőzően a hirdetéseinkkel, akár a média felületeken is, amelyben kerestünk szavazatszámláló bizottsági tagokat, akik megfeleltek a feltételeknek, azok vagy bizottsági tagnak, de többen még póttagnak is megválasztásra kerültek. Az ő megbízatásuk az a következő általános országgyűlési képviselő választásokon megalakuló szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart, ez egy kicsit hosszú volt, tehát gyakorlatilag 4 évre kerültek megválasztásra. A szavazatszámláló bizottság munkájához nem elég 3 tag, ugye a jogszabály lehetővé teszi azt, hogy a jelölő szervezetek, akik listát indítanak ezen a választáson, minden szavazókörben 2 bizottsági tagot delegálhassanak. Ennek a delegálásnak határideje pénteken fog lejárni, így jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy hány tagot delegálnak, hiszen ez folyamatban van. Az ő munkájukra azért van szükség, mert ennek a bizottságnak egyrészt bent a szavazókörben legalább 3 fővel működnie kell, és a beérkező választópolgároknak biztosítani kell a szavazás lehetőségét. Ugyanakkor azoknak a választópolgároknak, akik mozgóórát igényelnek, azoknak pedig biztosítani kell, hogy a megjelölt tartózkodási helyükön fel tudja keresni a bizottság, ahhoz pedig 2 bizottsági tagnak kell kimennie a választópolgárhoz. Tehát ezért minimálisan 5 fővel kell működni. Ha esetleg előfordul olyan eset, hogy a szavazatszámláló bizottságnak nem lesz meg az 5 fős tagsága, mert nem delegálnak abba az adott szervezetbe, vagy a delegáltak nem érkezik meg a szavazás napján a bizottságba dolgozni, akkor póttagokból a választási iroda vezetője köteles biztosítani annak a lehetőségét, hogy a mozgónával szavazást le tudják bonyolítani. És ezért speciális egyéb iránt az átjelentkezéssel szavazókör, hiszen ott több ilyen párost kell, 2 fős páros biztosítani. Akartam is kérdezni, hogy ugye hogyan lehet igényelni ezt a mozgóurnás szavazást, lehet-e még egyébként, és mi mindenre van még egyébként lehetőség, tehát hogy milyen kérelmeket lehet még leadni, aminek még nem járt le határidő. Így van. A központi névjegyzékhez kapcsolódó kérelem többféle is van, de azok közül már csak a szavazási segítség iránti kérelemnek nem járt még le a határideje, amely azt jelenti, hogy 17-én, vagyis pénteken 16 óráig lehet benyújtani a kérelmet. Nagyon fontos, a választási eljárásban jogvesztő határidők vannak, azok az adott napján 16 órakor lejárnak, és az beérkezési határidő. Tehát nem elég, hogy addig postára adjuk, annak be kell érkezni a választási irodára. És a kérelmeket egyéb iránt lehet személyesen benyújtani a Városháztér 2 földszintjén található választási irodai kollégáimnál. Lehet levélben eljuttatni a választási irodára a Városháztér 1 szám alatt látszímezve. Ezen kívül a Nemzeti Választási Iroda a www.választás.hu oldalon biztosítja a választópolgároknak az elektronikus benyújtás lehetőségét, tehát nem csak valamennyi nyomtatvány található meg, illetőleg azokhoz kitöltési, útmutató és tájékoztató, hanem be lehet nyújtani ott, akár ügyfélkapus azonosítással, akár ügyfélkapus azonosítás nélkül is. Én úgy gondolom, hogy ez a lehető legegyszerűbb módszere egyéb iránt. Ha valakinek van ügyfélkapuja, az bátran használja, mert akkor úgy biztos, hogy az adatok is jók lesznek. Hát ez a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. A szavazóköri névjegyzék az ugye egy választásra szól. Ez a központi névjegyzékről legyűjtve a választásra jogosultak az adott választókerületben, és ez iránt, a szavazóköri névjegyzék iránt lehet benyújtani többféle kérelmet, amint már említettem, az átjelentkezést, a mozgónak kérelmet, a választópolgároknak, illetőleg a szavazatszámláló bizottsági tagoknak és a jegyzőkönyvezetőknek áttétel iránti kérelmet, és hát az örök sláger a külképviseleti szavazás iránti kérelem. Akkor még az se járt le, tehát, hogy még arra is esetleg lehet leadni a kérelmet, ugye? Igen. Külképviseletőre. Igen. És mit kell magunkkal vigyünk majd a szavazókörbe? Kell-e vinni az értesítőt, vagy hát mi szükséges? Az értesítő nem feltétele a szavazásnak. A választópolgárnak a személyazonosságát igazolja
szóló érvényes igazolványt kell magával vinnie, illetőleg a lakcímét, vagy a személyazonosító jelét, leánykori neven személy számát igazoló hatósági bizonyítványt vagy igazolványt. A személyazonosításra alkalmas igazolványok azok a különböző érvényes személyigazolványok, az útlevél és a kártyaformátumú vezetői engedély vagy jogosítvány. És hát a lakcímkártya tartalmazza a választópolgárnak az érvényes lakcímét, illetőleg tartalmazza a személyszámát is. Ezen kívül a korábbi időszakban, amikor a személyazonosítót létrehozták, illetve megképezték, akkor erről kapott egy hatósági bizonyítványt mindenki. Tehát vagy a személyi, tehát a lakcímét igazolja, vagy ezt a hatósági bizonyítvánnyal a személyazonosítóján. Mindkettő elfogadható. Mit lehet tudni az este hétig sorban állásról? Tehát, hogyha este hétig beállunk a sorba, és esetleg még kicsúszunk a 7 órából, de benne vagyunk 7 óra, tehát akkor az még érvényes. Aki még sorban áll este 7 órakor, az természetesen szavazhat, de 7 óra után már nem lehet a választó joggal olyan formán élni, hogy a 7 óra után érkezünk meg a szavazókörbe. A bizottságoknak be kell zárni a szavazókört, amennyiben valahol sorállás van, akkor a bizottsági tagokat megkértük, hogy valamelyik bizottsági tag álljon a sor végére, és onnantól kezdve nem lehet sorban állni. Bízunk benne, hogy azért ilyenre nem kerül sor. Mi a leghamarabbi időpont, hogy megtudhatjuk az eredményt? 11 óra után Nemzeti Választási Iroda fogja közzétenni az ismert tájékoztató adatokat. Nyilván ez még nem egy jogerős eredmény lesz, hiszen ezután van jogorvoslati lehetőség, illetőleg csak tájékoztató eredmény, hiszen a külképviseleti szavazatokat majd a szavazás napját követő negyedik napig fogják szállítani a Nemzeti Választási Irodához, és azt ott a Nemzeti Választási Bizottság fogja megszámolni. Tehát ez... Igen, de hát akkor majd valamikor megtudjuk az eredményt. Azt követően lesz egy végleges eredmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és egy picit így tájékoztatást nyújthattunk a nézőknek, illetve én is egy tájékoztatást kaphattam. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, önök pedig ne felejtsék el, hogy május 26-án, jövő héten vasárnap, tehát európai parlamenti választások. Amit vinni kell mindenképpen, az ugye személyi azonosságot igazoló okmány, ami ugye lehet vagy a jogosítvány, vagy az útlevél, vagy pedig a személyigazolvány, és a lakcímkártya, ezek mindenképpen szükségesek lesznek hozzá. Köszönjük a figyelmüket, hogy velünk tartottak a mai esti mérlegben. Viszontlátásra!